Erik csak helyre. Lóg a fejed. Nem megy a színuszkéten, Sándor. 33. alkalommal rendezték meg a Vörösmarty Mihály megyei szavalóversenyt, ahol a fiatalok alsó tagozatos, felső tagozatos és középiskolás kategóriában mérettették meg magukat. A döntőt már számos iskolai és városi forduló előzte meg, így a december 1-i versenyen már a vármegye legjobbjai mutathatták meg tehetségüket. A három kategóriát szakmai zsűri értékelte, a középiskolásokat Bobori Zoltán, Bakonyi István és Kozári Ferenc pontozta. Egyrészt önző vagyok, és nagyon szeretem az ilyesmit, szeretem, amikor gyerekek verseket mondanak, és látszik rajtuk, hogy foglalkoztak a dologgal, és érdekli őket egyáltalán az irodalom, ez egy nagyszerű dolog, tehát nekem. Másrészt meg ők egymást, ha nézik, és kiszűrik, hogy milyen gondolatokat közvetítenek egymásnak, illetve hát az írónak, költőnek milyen gondolatait ügyesen fordítják át a saját kis világukra, az nekik is egy felemelő, jó értékes szórakozás idézőjelben. A legkisebbek a kedvenc magyar verseiket adták elő, a felsősöknek és a középiskolásoknak pedig kedvencük mellett egy Vörösmarty Mihály verssel is készülniük kellett. A döntőnek idén is a Vörösmarty Mihály általános iskola adott otthont, ahol az ünnepélyes megnyitó után három külön teremben szavalhattak a diákok. A mi iskolánkban már nagy hagyománya van ennek a versenynek, ez mindig egy kiemelt rendezvény az iskola életében december 1-én. Azért is nagyon fontos, mert a Vörösmarty Mihály nevét viseli az iskola, és így a költészete előtt is tudunk tisztelegni. Másrészt meg a gyerekek számára nagyon fontos a versek és a költészet megszeretetés, a hagyományok ápolása. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, hiszen több mint 70 versenyző vett részt a döntőben. A legügyesebbeket az eredményhirdetésen könyvekkel és díszoklevéllel díjazták, majd az iskola Vörösmarty emléke előtt tisztelegve virágot helyezett el szobrához.